különös hatássugalló sötét tónusú képek érdekes módon keltek életre. A fekete fotókarton előtt egy posztamentra helyezett bármilyen tárgy a fények játékának köszönhetően mégsem fekete háttérben tűnik elő a már kész alkotásom. Mánfai György, a Mecseki Fotóklub leköszönő alelnöke tartott tárlatvezetés stábunknak Hamarit Zsolt, Balogh Rudolf díjas fotóművész alkotásaiból rendezett kiállításon. Régi vágyam volt már, hogy a magyar fotóművészek közül a legjelentősebbek bemutathassák az anyagaikat itt a Mecseki Fotóklub klubjában. Őt valamikor a kortárs magyar fotográfia éveiben Pécset ismertem meg. Egyébként ő pécsi születésű, csak később került a fővárosba. Mindig is lenyűgözött a nagyon egyszerű, de kristálytiszta kompozíciói, és figyeltem a munkásságát már a 90-es évek közepétől. Azóta hát sok idő eltelt, de fantasztikus sorozatokat láttam tőle, és ez volt az az anyag, amire azt gondoltam, hogy nekünk, ezt itt a fotóklubban mindenkinek, meg hát a város lakóinak is, akik ide érkeznek, láthassák az anyagot. Bajba is voltam, mert több embert szerettem volna felkérni, hogy megnyissa a kiállítást, és többen is nagyon nagy örömmel vállalták volna, ismerve a munkásságát, és ezért is egy nagyon fontos dolog ez, hogy tehát ő egy olyan ismert magyar fotográfus, akinek sokan a pécsi művészeti életből, művészettörténészek közül is ismerik jól a munkásságát. A magyar fotográfia legmagasabb díjával, Balogh Rudolf díjjal rendelkezik az eredetileg villamosmérnök végzettségű fotóművész Hamarit Zsolt. Számos egyéni és csoportos kiállítása mellett művei közgyűjteményekben, valamint a Magyar Fotográfia Múzeumban Kecskeméten találhatók. A Balogh Rudolf díjat egyébként 1992 óta március 15-én ítéli oda a kuratórium általában 2-3 személynek. Hamarit 2017-ben kapta meg a rangos díjat. A most látható tárlat címe Posztamentum, de vajon mit is sugall mindez? Hát egy nagyon érdekes, először én is hirtelen arra asszociáltam, hogy posztamensek, de nem, ő szándékosan és a fekete hátteret alkalmazva és egy posztamentra elkészült sorozatot alkotott meg, ugyanazzal a nagyon szerény, nagyon minimális természetes megvilágítással. És ez is azt mutatja, hogy egy nagyon kreatív alkotóval állunk szembe, aki minden tárgyat ugyanazon a helyen, ugyanolyan megközelítésből, fényviszonyok közepette fotózott meg. Egy nagyon nagy ötlet volt részéről, ami a kiállítás megnyitón el is hangzott, hogy bárki, aki megnézi ezt a kiállítást és kedve van ebbe a sorozathoz készíteni egy új képet ennek a hatására, azért is van ott hátul a főfalon egy fölállítva egy ilyen standard hely, oda elhelyezhet egy tárgyat, és hogyha több ilyen mű érkezik be, akkor Zsolt kiválasztja a legjobbat, és az illetőt avval jutalmazza, hogy az a szerző, aki beküldte, választott a képek közül, és azt kapja meg jutalmul. Hamarit Zsolt pécsi származású Balogh Rudolf díjas fotóművész kiállítására érdemes lesz ellátogatni. Mint hallhattuk, érdekes élményben lehet része a betérőnek, aki akár ki is próbálhatja saját tárgyával és telefonjával a posztamentumon való fotózást. A vándorkiállítás november 26-án Tatabányára megy tovább.